Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban egy kis csörgős ingát fogok automatizálni a Train Controller segítségével. A célom az, hogy egy gomb megnyomására elinduljon a mozdony hangja, csináljon egy kis fényjátékot, kapcsolja be a vezetőfülke világítást, homlokfényeket, majd induljon el némi várakozás után a tárolóra. Illetve a tárolóról majd vissza is jöjjön a kis szerelvény az állomás negyedik vágányára. Ehhez először átlépek szerkesztési üzemmódba, és az autótrainnel fogom megcsinálni az ő kis schedule-jét, az ő kis menetrendjét. Rákattintok az autótrainre, és innen a negyedik vágányról lehúzom szépen ide a tároló ötödik vágányára. Ekkor át is váltott ide a schedule fülre a train controller, és megcsinálta a negyedik vágány tároló 5 schedule-t. Ahhoz, hogy elkészítsem az én kis inga vonatomat, bele kell lépni ebbe a schedule-be, és át kell egy picit állítgatni. Látjuk itt, hogy van egy neve, és van egy típusa itt a type alatt. Mivel egy inga vonatot szeretnénk csinálni, ezért a típust normálról átvállítom most a shuttle-re, ugye ez az inga vonat angol megfelelője. És itt jobb oldalt a repeat count-ba, abba, hogy hányszor ismételje meg ezt a történést, az 1-et 2-re állítom. Ez azt jelenti, hogy egyszer el fog menni a végéig, majd visszajön a szerelvényünk. A rules fül alatt lehet neki különböző opciókat adni. Én itt start delay-nek jelenleg 6 másodpercet adtam, de ezt meg fogom növelni olyan 12-13 másodpercre, mert indítási hangot szeretnék ugye lejátszatni vele, illetve ugye fény bekapcsolások is lesznek majd. A többi részét a rules-nak békén hagyom. Ami még fontos, az a trains fül. Itt be lehet állítani, hogy ez a schedule, ez melyik szerelvényre vonatkozzon. Ez azért fontos, mert hogyha nem a mi kis csörgős ingánk állott a negyedik vágányon, hanem egy másik szerelvény, és én elindítom ezt a schedule-t, akkor azt a másik szerelvényt is el fogja indítani. Ezt nem feltétlenül akarjuk, ezért ide most szépen be fogjuk tenni a 2104-es csörgőt jobb oldalra, tehát ez a schedule csak és kizárólag erre a szerelvényre fog vonatkozni. A condition fül alatt egyébként lehet beállítani további feltételeket. Itt arra vonatkozik, hogy milyen esetekbe tudja indítani az inga vonatunkat. Itt például meg lehet adni azt, hogy csak akkor indítsa el, hogyha a tároló 5-ös üres, de be lehet adni különböző indikátorokat, flagmeneket is, hogyha azok együttállása megvalósul, akkor indítsuk el a vonatunkat. Itt most nekem jelenleg ilyenre szükségem per pillanat nincs. A Start Destination gombokkal pedig meg lehetne neki adni azt, hogy egy kezdő és egy végpont gomb megnyomásával aktiválódjon ez a dolog, de ezt se fogom most használni, hiszen egy dedikáltan erre a vonatra írt schedule-t csinálok, amit egy külön gombbal fogok majd indítani. Lépjünk is vissza a General általános fülre. Ami még fontos, és amit beszeretnék állítani, az itt az Operations fül alatt található. Start és Finish látszik itt. Ugye ez azt adja meg, hogy indításnál mik történjenek meg, és megállásnál mik történjenek meg. Ha lenyitjuk ezt, akkor látjuk, hogy itt például be lehet kapcsoltatni a fényszórót, fénytompítást, reflektort, különböző világításokat, illetve ugye amiket megadtunk mi hangokat. Alapvetően itt, ha csak ezt használom, akkor mondjuk be tudok kapcsoltatni egy fényszórót, illetve amikor megáll a szerelvény, akkor kikapcsoljuk. Viszont én azért több mindent szeretnék, hiszen ez egy hangos mozdony, különböző hang- és fényfunkciók vannak benne. Ezért itt most a list, azaz a lista gombot fogom használni, és itt szépen össze fogom rakni azt, hogy milyen funkciók azok, amiket el szeretnék indítani a schedule indításakor. Ki kell választani a train operations-t, és itt találjuk azokat a különböző funkciókat, amiket korábban már ugye megadhattunk. Itt ugye látszik, van egy fényszórunk, fénytompításunk, reflektorunk, illetve különböző hangfunkciók. Először is a vezetőfülke világítást fogom bekapcsolni, majd utána rögtön lehet indítani a motorhangot. Viszont nem akarom, hogy a kettő nagyon egyszerre induljon, ezért itt a System Operation fül alatt adok neki egy delay-t, egy kis késleltetést mind a kettőnek. Mondjuk legyen egy 1 másodperc.
vezetőfülkevilágítás bekapcsolódik, motorhang bekapcsolódik, majd utána adunk neki még egy mondjuk 2 másodperces delay-t, és felkapcsoljuk a fényszórót is. Ezek után adunk még egy kis késleltetést, és lekapcsoljuk a vezetőfülkevilágítást, ugye a vonatunk az készülődik arra, hogy elinduljon. Itt ugye, hogyha rákattintunk kétszer, akkor kiválaszthatjuk, hogy az adott funkció az be vagy kikapcsoljon. Most a kikapcsolást választottam. Itt a delay-nél megadok egy, hát megint 3 vagy 4 másodpercet. Vezetőfülke világítás kikapcsolódik. A fényszóró világítás bekapcsolásával egy időbe én még kikapcsoltatom a zárlámpát a mozdonyon, ugye nem szükséges, hogy a szerelvény fele világítson a zárlámpa. És nagyjából készen is vagyunk, indulhat is a vonatunk. Leokézzük, és akkor ez lesz ugye az indítási szekvenciája a mozdonynak. A finishnél itt most ki lehetne egyébként kapcsoltatni mindent, de hagyhatjuk üresen is, ilyenkor ugye, hogyha megáll a szerelvény, ugye letelik a schedule, akkor tovább fog menni a hang, és a bekapcsolt funkciók is aktívak maradnak. De hogyha szeretnénk azt, hogy a schedule végével ugye kikapcsoljon minden, akkor szépen itt is meg lehet adni azt, hogy lekapcsolja a fényszórót, és végezetül kikapcsolja a motorhangot. Természetesen itt is megadhatunk egy kis késleltetést, hogy ne rögtön indítás után történjenek meg ezek a dolgok, hanem mondjuk várjon egy 3 másodpercet a fényszóró leállítással, és egy újabb 2 másodpercet a motorhang leállításával. Ami még fontos, hogy itt az operations alatt, amikor itt a finish-re kattintunk, itt ugye minden esetben azt mondja a program, hogy amikor megérkezik a vonat az érkező blokkba. Tehát, hogyha itt be van állítva nekünk a tároló 5-ön az érkező blokk, akkor bizony itt a tároló 5-ön, amikor leért, végre fogja hajtani ezeket a különböző akciókat. Itt azzal lehet egyébként játszani, hogy azt mondjuk neki, hogy csak akkor hajtsa végre ezeket az operációkat, hogyha befejeződött ugye ez a schedule, hogyha a 4. vágányon áll a vonatunk. Így ebben az esetben nem fogja végrehajtani ezeket az operációkat, hogyha leír az 5. vágányra. Nagyjából ennyi is lett volna így a beállítása ennek a schedule-nek, és akkor most rátérhetünk magára a pályára. Ugye itt azt látjuk, hogy van egy indító blokkunk és egy érkező blokkunk. Ha rákattintunk az indító blokkra, akkor itt fönt látszik egy olyan, hogy ugye ez egy start blokk lesz, azaz a szerelvényünk ugye innen indulhat. A másik, az 5. vágány pedig egy érkező blokk, azaz a szerelvényünk ugye ide fog érkezni. No, de mi történik akkor, hogyha mondjuk a csörgőnk az lent áll itt lent, és én továbbra is el szeretném indítani ezt a schedule-t. Az egyik opció, hogy csinálunk egy reverse, tehát egy visszafele fordított schedule-t, aminek az 5. vágány lesz az indító blokkja, és a 4. vágány az érkező blokkja. Viszont meg lehet azt is csinálni, hogy megadjuk azt, hogy az 5. vágány legyen egy érkező blokk, és a másik irányba pedig egy indító blokk. És ugyanígy megadhatjuk a 4. vágányt is, hogy ebbe az irányba, jobboldali irányba legyen egy induló blokk, a másik irányba pedig egy érkező blokk. Így a szerelvényünk most mind a 2 irányba tud közlekedni, és egy gombbal akárhol van, akár lenn van az 5-ös tárolón, akár fönn van a 4. vágányon, a gomb megnyomására el fog tudni indulni. Amit még be lehet állítani itt egyébként a blokkokba, hogyha 2-szer rákattintunk, akkor ugye azon kívül, hogy itt is megadhatjuk, hogy induló vagy érkező blokk legyen, meg lehet adni egy olyan érdekes dolgot, hogy waiting time. Ez azt jelenti, hogy miután leérkezett a szerelvény, vagy megérkezett a szerelvény, hány másodpercet várakozzon ott, miután folytatja az útját. Ugye ez azért fontos, mert hogyha leküldjük a szerelvényt, nem feltétlenül szeretnénk, hogyha azonnal rögtön feljönne onnan.
Itt is szintén másodperc és perc és óra alapon be lehet állítani, hogy mennyit várjon a szerelvényünk. Én most ide beállítok egy 10 másodpercet. Amit még be lehet itt állítani, ez egy nagyon érdekes és fontos dolog, itt az action fül alatt találjuk, hogy mi történjen akkor, amikor a szerelvényünk belép, elkezd fékezni, megáll, vagy folytatja az útját ebből a blokkból. Mivel ugye lent van a tárolón, nem feltétlenül lenne jó, hogyha a szerelvényünk zajongana, és ott lenn is menne a motorhang, ezért itt például az entry-nél be lehet kapcsolni egy olyan operation-t, ami azt mondja, hogy némítás. Erre a némításra ugye ott a mozdonyban korábban beállítottam az F28-at, hogyha jól emlékszem, így amikor ráír erre a blokkra a szerelvényünk, gyönyörű szépen el fog hallgatni a motorhang. Visszafele, amikor jön fel a szerelvényünk, akkor pedig azt szeretnénk, hogyha a hang bekapcsolna akkor, amikor legkorábban ide a térköz 2-es blokkra ér, hiszen ugye itt ér ki a szerelvény az alagútból. Itt azt úgy tudjuk megtenni a hang visszakapcsolását, hogy rákattintunk kétszer a térköz 2-re, és itt az actions-nél szintén az entry alatt azt mondjuk neki, hogy a némítást kapcsolja ki. És így akkor, amikor belép ebbe a blokkba a vonat, ha be van kapcsolva a némítás, ha nincs bekapcsolva, ő ki fogja kapcsolni. Amit szeretnék, az az, hogy egy gombgyomásra bekapcsoljon, és ne kelljen ide átlépni a schedule-ös fül alá. Ezt úgy tudom megtenni, hogy visszalépek ide a terepasztal fő irányító táblájára, átlépek edit módba, és hozzáadok egy darab ilyen kis sima push button-t, egy ilyen kis gombocskát, mondjuk ide. Megnyitom ezt a gombocskát, és azt mondom, hogy ugye ez egy perform operation, tehát valamit szeretnénk, hogyha csinálna. Átlépek ide az operation fül alá, és azt mondjuk neki, hogy amikor megnyomjuk, akkor itt a legaljáról kiválasztunk egy schedule-t, és ez a negyedik vágány tároló ötös schedule legyen az, amit ő megcsinál. Feltételeknek itt is ugye megadhatunk különböző dolgokat, de mivel ez kézi indítás lesz, egyelőre békén hagyom ezt a részt. A gombunkat el is nevezhetjük, például csörgős ingának. És hogyha ezzel kész vagyunk, akkor visszalépünk ugye a sima normál üzemmódba, és kipróbáljuk, nézzük is meg, hogy megy. Megnyomjuk a gombot, és látjuk is, hogy rögtön behúzta szépen a vágányutat, vár, indul a hangunk, és indul a szerelvényünk. Érkezés után megvárja azt az időt, amit beállítottunk neki, majd újra elindul visszafele. Mint láthattuk, nagyon szépen üzemel a kis szerelvényünk, gombnyomásra indul, majd némi várakozás után vissza is tér a kiindulási helyére. Egyébként, hogyha lent a tárolón van a szerelvény, akkor ugyanezt a metódust játssza el, ugyanúgy följön, vár egy kicsit, majd lemegy a tárolóra. Sok más módja is van egyébként annak, hogy ugyanazt az eredményt elérjük Train Controllerbe. Én most ezt az egyet mutattam be nektek, én nekem ez vált be a legjobban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!